Szeretettel köszöntöm a Kultúrszalon mai vendégeit itt a Budaörsi Post Arton. Ez egy új kulturális helyszínünk, és nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásomat. Gyulai Zsuzsa, előadóművész, Brunner Márta, színművésznő, és Péter Géza, diós polgármestere. Ugye ez egy kultúrszalon, ami azt jelenti, hogy itt ami körülvesz minket, ez is a kultúráról árulkodik, de ezelőtt a beszélgetés előtt volt pont Gyulai Zsuzsának az önálló estje, méghozzá egy nagyon szép nívós, ami asszonyírókról szólt, Török Szofiról, Kapka Margitról és Nemes Nagy Ágnesről, és egy óriási teljesítmény is volt ez. Úgy egy pár mondatban meséld már el nekem, hogy te, aki ugyan nagyon sok díjat is nyertél már, mint versmondó előadó művész, nagyon sok verset tudsz, de hogy megkerested ezt a kis fiatal írónőt, hogy csináljon neked egy ilyen válogatást, állítson össze egy estet, vagy pedig ő talált te rád? Hát először is azért kihavítanám, nem vagyok előadó művész, Radnóti díjas versmondó, mert ugye az olyan dokumentumokkal, meg vizsgával jár, tehát nem akarom magamnak ezt vindikálni. Felvilágosodtalak, már nem jár. Már nem? Már nem jár. Nem jár. Ez a Radnóti díjas versmondó, ez az előadó művész. Hát akkor köszönöm, akkor ezennel előadó művészé avanzsáltam. Érdekes, ahogy ez a műsor alakult. Először én egy költőnőt szerettem volna, és mivel nem tudtam választani, úgy hozzájött, tehát mikor Nemes Nagy Ágnes évfordulója volt, akkor belástam magam, és nagyon-nagyon megszerettem. Aztán Kafka Margit is valahogy, és a Török Szofi, ő csak, mivel mint női költők címent kerestem, költők egy harmadikat, ő azzal fogott meg engem, nem is a költészetével, hanem az életével, meg azzal a különös lelkülettel, hogy olyan önbizalom hiányos volt annak ellenére, és akkor is, még már mikor révbe ért tulajdonképpen a Babicssal való házassága által, hogy vajon mi mozgathatta őt, vagy mi játszódhatott le benne, hogy örökké szorongott, nem volt önbizalma, máskor meg ilyen túlmotivált volt, ilyen szélsőséges, tehát ott ő nála inkább a karaktere, és valahogy ilyen furcsán egy ilyen fejlődés is van a három költőnő között, mint dráma, amit aztán Ferenczi Faraga Eszter monodrámává írt, hogy talán a legéretlenebb még lelkiekben a Török Szofi, Kafka már egy kiteljesedettebb, és hát tudjuk Nemes Nagy Ágnes pedig, hát ő ilyen szinten a csúcs. És mikor így megvolt a három költő, hogy őket szeretném megformálni, utána elkezdtem kétségbe esetten keresni írót. És hát úgy van egy-két ismerős barát, hát Zsuzsi, ez nagyon nagy munka. És akkor már úgy kezdtem letenni róla. Az Esztert én máshonnan ismerem, szoktam versfelolvasásokat tartani, mert ő költő. És neki is úgy elmondtam, hogy hát úgy foglalkoztat ez a három nő, olyan érdekes. És ő ajánlotta fel, hogy Zsuzsi, hadd írjam meg. Tehát ilyen az élet. Ha valaki így beleszeretett témába, ez érződött is az egész válogatáson. És óriási teljesítmény, azért 80 perc egyedül. Egyedül és rengeteg szöveg, és közben egy pillanatig sem lankad a figyelmünk. Igen, hát eléggé rettenetes érzés is volt. Rengeteg összpontosítás, energia kell hozzá. De valahogy úgy vittek ezek a versek, vittek a gondolatok, úgyhogy végül is ez volt a második előadás ebből, hát valahogy megoldódott. Nagyon jól megoldódott, meg kell mondanom, hogy kívánok neked nagyon sok sikert is. Márti,
Hát mi el kell árulnom, hogy együtt is dolgozunk, jó barátok vagyunk, járjuk az országot, világot, több színdarabbal is, de arra vagyok kíváncsi, hogy neked most, amikor így az új színház mellett vannak egyéb feladataid is, hogy mik a legkedvesebbek, vagy mik azok, amik még most várnak rád. Mert úgy látom, hogy valahogy amellett ugye hogy téged, mint egy televízió showműsornak a háziasszonyát ismerték, és utána meg a Székesfehérvári Színháznak voltál, a Vörösmarty Színháznak vezető színművésznője, de hát azóta is az új színházon át egyéb más színházi produkciókban is láthatunk, hogy egyre több a feladatod. Hát igen, tulajdonképpen ez a szabadúszás, ez egy elég izgalmas és változatos lét, és valahogy engem mindig is, még amikor Székesfehérváron állandó tagként voltam, de akkor is megtaláltak a beugrások, amit, hát nem tudom, hogy valaki szerete, én egyébként nem szeretek, de mondjuk, hogy talán alkalmas vagyok rá, idegileg és összeszedettségileg talán. Mostanában ezek így hatványozódtak, ezek a feladatok. Úgyhogy a Hőhullám most egy viszonylag új produkció, a Lilium produkció Talós Rita Színházában. Nyilván a címből adódóan, ugye női témát feszeget és problémát egy végjáték formájában. Ezt november 18-án mutatták be a Ram Kolosseumba, és hát ez a Lilium produkció, az egy utazó produkció, de itt is nem egy próbafolyamatot csináltam végig, mert közben elmentünk Kanadába a Jövendőlés című. Közösen. Közös színdarabunkkal, ami Petőfi Sándorról szól. Így van. Tehát igen. Akkor te itt egy beugró voltál, hát de most már egy állandó szereplő vagy. Sőt, több szerepet is játszol, ahogy tudom. Mert a premiért azt együtt láttuk még, igen. Akkor még nem te játszottad, de a következőben igen. Már te játszottad, és azt hallottam, hogy még egy szerepet át fogsz venni. Igen, a Déta Rencivel, tehát jelenleg, amit játszom a Déta Renikővel, a Frida szerepét játszom felváltva, de a másik színművésznő, Ladinek Judit is, most úgy néz ki, hogy nyáron, egy forgatás miatt elfoglalt lesz. Én azért még drukkolok, hogy hát, ha nem, és nem fog forgatni, mert akkor az ő szerepét, Alba szerepét is meg kell tanulnom, és akkor nyáron pedig a szabadtéri színpadokon, Siófokon és Tihanyban pedig azt fogom játszani. Ez egy érdekes helyzet, amikor majd saját magaddal, vagyis hát Encivel fogok párbeszédeket folytatni. Aztán van egy még egy produkció, ha jól tudom. Van, még most a Tigris Lilire gondolok. Tigris Lili az egy nagyon, nagyon aranyos kis krimi komédia, amit januárban mutattunk be vidéken, de hát mivel a magánszínházak elég hányatott sorsa van, de ebben nem is akarok belefonni, tehát sajnos nem rendszeresek ezek az előadások, ebbe a színészek nem annyira látnak bele különböző szervezés és egyéb problémák miatt. Most majd legközelebb áprilisban lesz újra, tehát ilyenkor ugye újra találkoznak a művészek jó esetben, és legalább kettőt próbálnak, és akkor újból látható lesz a Tigris Lili, ami egy ilyen nagyon vidám, vicces krimi komédia, egyébként egy jól megírt krimi komédia. Hálás feladat, amikor akcentussal beszél a színész, ez egy én szeretem az ilyesmit, ez is egy kihívás. Illetve hát az Rényi Ilona monodráma, ami így szintén egy ilyen hullámvasúton lévő produkció, most egy év után újra volt Kisvárdán. Ezeket elég nehéz így egy év után újból visszahívni az ember lelkébe, szívébe és fejébe. De lesz állandó helyszíned is, és lesz, tudom, hogy a Pesti Magyar Színházban, igen, szeptembertől rendszeresen látható lesz elvileg, igen. Úgyhogy most nagyjából így ezeket csinálom. Ezek az újabb produkciók. De ugye azért van a Mátyás király, ugye? A Mátyás király még megy, igen. Igen, az meg az új színházban. 12 éve, igen, Kökényesi Ági rendezte annak idején, egy nagyon sikeres és aranyos kis mesedarab. Hát akkor van bőven. Hát kedves Géza, én Diós nevét akkor hallottam először, amikor ugye én elkezdtem dolgozni a Magyar Rádióban, és egyre több kollégám költözött oda ki, mert ugye ott van a Rádió TV Múzeum, de ott volt egy gyönyörű, szép lakóparkszerű hely, ahova kimentek, és mindig mondták nekem, hogy mennyire élhető
a te településed, és hogy mennyire szerettek ott lenni Diósdon, ahol aztán tényleg a történelmi emlékek ugyanúgy vannak, tehát hogyha gondolunk a Szent Gellért templomra, vagy pedig Kápolna, még csak igazad van, a Kápolna és a szoborra, meg a kútra, meg a régi ókori leletekre, tehát itt van a múlt és a jelen, az mind a kettő így összefonódik a te településeden, de hogyha most a televízión nézők azt kérdezték, hogy miért látogassunk mi el Diósdra, vagy miért költözzünk ki Diósdra, akkor mit javasolnál nekik? Hát, hogyha valaki szereti azt, hogy nyugodtan hagyják lakni és élni a településen, akkor költözzön Diósdra. Ezért mondom azt, hogy a korábbi rendszerbe épült az a lakópark, amiről itt az imént szó volt, akkor a megyei tanács, a helyi tanács és a OTP-nek az összefogásából, és nem csak a rádiósok, hanem televíziósok is elég sokan laktak ott. Hát sajnos az a generációból már talán egy-kettő van, aki még él és létezik és dolgozik. Az egyiknek most volt nem régen egy fotókiállítása a Sanyinak, aki operátor volt a híradónál, a televízióban, és még egy-két ember, de ezen kívül ugye ma ismert média sztárokkal jól állunk tulajdonképpen, elég sokan laknak Diósdon, pontosan emiatt, hogy hagyjuk élni. Nagyon sokan mondják nekem azt, hogy miért nem keresed meg ezt, miért nem keresed meg azt, meg a másikat azért nem keresem meg, mert azért választotta a Diósdot, hogy hagyják békén. És a mindennapok viszontagságai után, hogyha hazajön, akkor nyugalma legyen. Tehát én mindig ezt az elvet vallottam és vallom is. Én Diósdon születtem, erről is nevezetes Diósd egyébként, de egy a problémával, hogy elég régen. Sőt, hát a 30 évvel ezelőtt már polgármester voltál, akkor egy pici szakasz kimaradt, és azóta megint, tehát a hosszú évtizedek óta téged választanak meg, tehát azt nem mondhatjuk, hogy nem ismernek el, vagy nem szeretnek ott téged. Egyébként Diós neve az a Dió, ugye? Jól a Dióból ered. Ezer éves település, egy korban volt lakatlan, mert minden korban lakott volt, ez pedig a török időben, mert felvonási út volt Budára. És abban az időben, mikor a török uralom volt ugye Budai várba, akkor elnéptelenedett az a része Diósnak, és ezt követően a jelenkornak a telepesei 1700-as évek elején, Buda visszafoglalása után kezdett benépesedni pici, kisebb részbe. Szerb-horvát betelepülők voltak, de nagyobb részt a dunai svábok, akiket Mária Terézia telepített oda. Azért dunai svábok, mert Dunán érkeztek csónakokkal, és alapították meg a újkori Diósdot. Hát sok mindent lehetne elmondani erről a településről, többek között Szent Gellértnek a legendája is a mit mondott, hogy Kápolna, igen, hogy Kápolna is a szobor. Az Illésházi gróf egy kápolnát emeltetett annak a emlékére, hogy ugye azon a helyen töltötte utolsó éjszakáját a Gellért püspök, mielőtt Budán vértanú halált halt. Minden évben az ő emlékére rendezünk művészeti eseményeket, rendezvényeket, a képzőművészettől a zenéig sokféle műfaj beszokott mutatkozni, többségében a helyi civil egyesületek, akik működtetnek ilyeneket, és sokáig arról voltunk nevezetesek, hogy egy kilométerre vetítve az országba még egy hely nem volt, ahol három kórus lett volna. És mindegyik már minősített. Hát sajnos a Covid a civil szervezetek között is olyan szituációkat produkált, hogy nem találkoztak, kiöregedtek, megbetegedtek, és a három kórusból most már csak kettő van,
ez még mindig elég jó arány. De ugyanakkor hát mióta jó magam, illetve a mindenkori képviselőtestület van a település vezetésével, lakosság által megbízva, mindig nagyon sok energiát és pénzt szántunk a civil szerveződésekre, mert Diósd elég jó helyen áll a település méretéhez képest a országos rangsorba. Harmadik helyen állunk, ebbe sokféle mutató játszik közre, és eléggé magasan kvalifikált végzettségű és anyagiakkal ellátott lakossága van, hogy lehet a legjobb és legfantasztikusabb infrastruktúra, azt emberi tartalommal nem tudjuk megtölteni, akkor az egész nem ér semmi. Ez pontosan így van, és büszke lehetsz egyébként a művészeti iskoládra is, mert nemrég találkoztunk itt a diákokkal, és olyan fegyelemmel és olyan érdeklődéssel néztek végig, rengetegen jöttek, tehát meg kell mondanom, hogy a helyi településre nem jöttek annyian, mint tőletek egy színházi előadásunkra. Hát tehát úgy látszik, hogy jó tanárok is vannak. Kell mondanom, hogy igen, elég régi a Pesovár Művészeti Iskolával is a kapcsolatunk, ők a néptáncot tanítják. Ugye Szászhalombattán van Európa legnagyobb szabadtéri táncfesztiválja, néptáncfesztiválja. A kezdet-kezdetért óta mi mindig részt vettünk benne, mindig fogadtunk együtteseket, 4-5-öt, ez egy megszokott program, például augusztus 19-én. Nem beszélve arról, hogy ugye a növendékeink, akik mindig egy évvel idősebbek lesznek, azok is fellépnek. Hát büszke lehetsz. A Körúti Színháznak is vannak előadásai, most éppen a Csík zenekart látjuk vendégül. Nagyon komoly, a programnak a végén. És hát sok mindenre áldozunk, és a kultúra is az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én magam részéről nem vagyok felkészült versmondó. Hát mert műszaki ember vagy, pontosan. 30 évig azzal foglalkoztam Szászhalombattán a Dunai Finomítóban, és most 34 évig foglalkozom politikával. Hát nem mondom, hogy a volt apósom, aki ügyvéd volt, mit mondott, hogy milyen a politika, nem mondom el, de aki nyitott szemmel jár és füllel, annak azért vannak fogalmai. De egy dologra büszke vagyok, hogy nálunk azért viszonylag a béke szigete van. Közösen tartjuk az ünnepséget, jobb és bal oldalt, közösen koszorúzunk, és én mindig azon vagyok, hogy ne megosztott legyen a település, hanem próbáljunk egyfelé húzni. Hogyne, és te annak idején függetlenként is indultál, tehát gondolom, hogy te nem is vagy egy megosztó személyiség. Egyszer vesztettem 7 szavazattal, akkor csak képviselő lettem. De aztán újra. Amikor felvállaltam a Fideszt, mert a országgyűlési képviselő az kollégám volt a Dunai Finomítóban. Akkor volt jó barátom, 88-tól ismerem. Amikor még se nekem nem volt közöm a politikához. És azt hittük, hogy ez egy jó döntés, de 19-ben rájöttem, hogy ahogy gyűjtöttem az aláírásokat az ismétléshez, azért nem szavaztunk rád, mert felvállaltad a... Igen, tehát jobb ez a függetlenség. Megszokták a függetlenséget. Igen, hogy te független vagy, és ez és maradjon is, hogy indulsz most is. Így is fogunk, igen. Most is indulsz. Hát most már mondják, hogy öreg, de én azt a szót, hogy öreg nem ismerem, csak tapasztalt ember van. Öreg ember nincs, ezt azért gondolom mindenki tudja. És szoktam példálózni is vele, hogy nagyon sok mindenre képes egy 20 éves, csak nem képes racionálisan gondolkozni. Az ember ugye a saját kárán tanul, az okos ember a más kárán, de sajnos ez a mondás nem igaz, mert nagyon sokszor az ember a saját kárán se tanul. Ugyanabba visszaesik azokba a problémákba, azokba a gondokba, a bajokba. De igazad van, igazad. Én úgy vagyok ezzel, hogy belefér, mert itt arról volt szó, hogy akkor rögtönzünk.
Az egész élet erről szól, hogy ez rögtönzünk. Így van, nincsenek és előre megírt, se kérdések, se életviteli korrigálni kell. Én problémák a magam részéről 5 gyereket neveltem föl, ebből 3 volt nevelt, és 2 vér szerinti. De soha nem volt ebből problémám. És ráadásul az utolsó 2 egyedül neveltem, 8 éves, illetve 10 éves koruktól. Amellett anyámat elláttam, és a polgármesterséget is. Nem volt egyszerű, de az embernek meg kell tanulni a megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodni, ezért tud talpon maradni. Ez így van. De már sokat beszéltem, bocsánat. Nem, egyáltalán, hát érdekes, érdekes. Én kérdeztem, te meg válaszoltál. Ugye említettük Diósdot, hogy miért egy élhető település. Hát érdekes, hogy ti ketten sem Budapesten laktok, hanem olyan élhető helyeken, amik inspirálóak, úgyhogy kíváncsi vagyok, Zsuzsa, hogy neked, akkor te csak fogtad és itt hagytad a pesti nyüzsgést, és elmentél valahova a Velencei tó környékére, ugye, ha jól tudom. Ez mennyire pákoz, mennyire ihlető közeg neked ott? Hát az az igazság, hogy a versmondás elég magányos műfaj, tehát engem, én mindig a szobában otthon ihletődöm, tehát ilyen szempontból tulajdonképpen mindegy. Viszont az a csend, az a béke, ami ott van a kertben, meg ott a környékünkön, az inkább ilyen gyógyító, léleggyógyító hatás, úgyhogy tulajdonképpen nagyon szívesen lakom Pákozdon. A férjed is a médiában dolgozik. Mennyire tud kritikus lenni, segítő lenni, hiszen hogy ő tévés operatőr volt, én emlékszem, amikor még nagyon sok produkcióban, de hát most is tanít, tehát gondolom, hogy kettőtök érdeklődése is azért összefonódik. Hát, őszintén szólva nem vonom be, nem vonom be. De a véleményét se kéred ki, amikor valamivel elkészülsz? Hát egy ilyen nagy anyagot biztos nem ülne végig, hogy úgy egy-egy verset el szoktam neki mondani, amikor úgy érlelődik bennem, és még nincs kész, és akkor ad hozzá, hát vagy megfogadom, vagy nem, de ad hozzá ötleteket, mert tulajdonképpen aki nem hivatásos előadó művész, mindent magának kell csinálnia, egy ilyen műsort összeállítani, és hát a legnagyobb kritikusom a mobiltelefon, arra felveszem, mikor tanulom a verseket, és akkor érzékelem, hogy hol korrigáljak, meg van egy színésznő barátnőm, neki szoktam elmondani, de tulajdonképpen magamból szülöm meg ezeket a dolgokat. Hát még szülj meg sok ilyet. Márti, hát neked meg sóskút. Nekem meg sóskút. Meg a lovak, meg a természet, úgyhogy neked igazság szerint 2 hivatásod van. Igen. Mondhatjuk azt, tehát nem Igen. csak a színművészet, hanem. Szóval nevezzük, milyen terápia? Természetterápia, lovasterápia. Igen, valami ilyesmi, de igen. Most hallgatom, hogy egy hajszálom volt, és én majdnem pákozdi lettem. Igen, én ott meg is vettem egy telket. Egy nagyon nagy telket, egy nagy széles külterületi telket, és akkor még Székesfehérváron játszottam, és az volt az első terv, hogy én pákozdi leszek. Aztán a magánélet és egyéb dolgok nem így alakultak, és így ezt a gyönyörű nagy széles telket aztán eladtuk, és így nem lettem pákozdi. Én csak azt tudom, hogy azon a telken már így egyre nem emlékszem, átment egy vezeték, és abból azért volt olcsó, meg minden, a falu vége felé volt, de már így... Nem emlékszem, hogy melyik utcában, de most így sóskút. A sóskutat imádom, nagyon szeretem. Érdekes módon találtunk sóskútra. A Gesztesi Karcsinak köszönhetem, Isten nyugasztalja ezt a sóskuti létet. Amikor, csak így röviden elmondom, mert így érdekes történet, felújították a Székesfehérvári Színházat,
és akkor a Született gyilkosok a Popcorn című darabot próbáltuk a Karcsival, és minden nap lejártunk Dunaújvárosba. És akkor éppen ilyen házkeresésben voltunk, itt nekem volt egy kis telkem még Piliszántón, és hol fogtok lakni, hát mondom, nem tudom, és hogy fogtok oda házat építeni, van pénzed, nincs pénzem, tudtok, értetek az építkezéshez, nem, vegyél egy képes expresszt. És ez minden nap így beültem a kocsiba, vettél képes expresszt? Nem vettem, Karcsi, padlófék, még volt ugye újságos, meg képes expressz. Karcsi kiment, és vett nekem egy képes expresszt, és benne volt ez a sárga sóskúti ház. Semmit nem tudtam Sóskútról, Sóstó az meg volt, de nem is ismertem a falut sem. És akkor kimentünk, és megnéztük, és hát ilyen szerelem volt első látásra ez a pici házikó. Akkor még nagyon érintetlen volt Sóskút, ez 2005-ben volt. És hát azóta már nagyon benépesült, nagyon sokan kiköltöztek, de nyilván itt kerültem kapcsolatban a Komáromi Lovasszínház után, a Sóskúti Nagy Lovardában Németh Péterrel, és hát tulajdonképpen neki köszönhettem, meg hát egy szürke lónak, tücsöknek, hogy ez végképp be kell vezet engem ez a lovazás, és hát tulajdonképpen az utolsó löketet a lovasszínház adta, amikor ettől én nem tudtam szabadulni, és így igen, egy ilyen kettő ikrek lévén egy ilyen kettős életet élek, amiben nehéz az egyensúlyt megtartani, mert a szívem a színpadról a lovakhoz húz, a lovaktól a színpadra, és ebben a két világban igyekszem lavírozni. Úgyhogy van egy igen Sóskúton egy kis lovardánk, egy kis élményfarmunk, ahol gyerekekkel, lovasoktatással, lovastáborokkal is foglalkozunk. Így. Hát ez egy nagyon jó dolog, főleg ugye emlékszem rá, hogy a Covid időszakában ez neked mennyit segített, hogy igen. Akkor is ez mennyire kiegészítette a te tevékenységedet. Így van, sok kolléganőmnek és kollégámnak, hát különböző pizzafutártól kezdve mindenféle munkát kellett keresnie, viszont én a Covidból csak annyit vettem észre tulajdonképpen, hogy nem volt kultúra, nem volt színház, de mi rengeteget dolgoztunk, mert akkor minden ember kijött a természetbe, rájött, hogy télen is lehet lovagolni, és hogy a hideg nem akadály, és úgyhogy mi az egész telet gyakorlatilag, meg hát az egész Covid időszakot végig lovasztuk, lovagoltattuk és dolgoztuk. Mond, vannak még szabad telkek Diósdon? Hát, mert volt néhány polgármester, aki azt mondta, hogy ezt ne kérdezd meg, mert teljesen beteltünk, és hiába keltjük fel az érdeklődését a televízió nézőknek, itt már nálunk egy talpalatnyi hely sincs. Diósdon is kitették a település határára a megtelt táblát, természetesen nem az őslakók tették ki, hanem itt néhány évvel laknak ott. 12 000 körül van a lélekszám most. Azért mondom, hogy körül, mert hivatalosan körülbelül annyi van, de nagyon sok ember lakik életvitelszerűen úgy, hogy a pesti lakás is megvan, és ingázik. Hát horror árak vannak a piacon. Például egy 700 négyzetméteres telket most jobb helyen, fönn a Fenyves környékén 90 millió forintért adnak. És az még csak a telek. Csak a telek. És az még csak a telek, azon még nincs hát, kapavágás se. Igen. Van még ugyan szabad terület, de az önkormányzatnak igazából talán két lakótelke van, amit nem adott el. Nem is volt sokkal több, 12 volt a elmúlt 15-20 évben. De a magánforgalomban vannak még eladó telket. Nem, szándékozunk. Mi szeretnénk valahol megállni a lélekszám növekedése, mert ugye jelen pillanatban még úgy, ahogy az infrastruktúra győzi, de ezen felül már a probléma lehet a vízzel és egyéb más ilyen jellegű szolgáltatással, mint ahogy volt is most az elmúlt decemberben ott a környéken ilyen jellegű csőtöréssel kapcsolatos összefüggésben probléma. Hát én azt mondanám, hogy mi 13-ban lettünk városok, amikor én elkezdtem, 90-ben képviselő lettem, akkor 2000-valány százan laktak Diósdon,
ahhoz képest nagyon emelkedett. Na most minden ciklusban szigorítottuk a rendezési tervet, pontosan azért, mert egy-egy telekre a lakásszám, építhető lakásszámot folyamatosan csökkentettük, most a maximum, amit lehet, az 2 lakás, de 1000 négyzetméter fölötti telekre. De vannak hangok, hogy ezt is be kéne, ezen is be kéne húzni a kézipéket. Hát, ha a választásokon túl leszünk, és reményeink szerint nyerünk, akkor meg fogjuk ejteni, mert valóban élhetőbb akkor marad egy település, hogyha bizonyos lélekszám fölött be lehet húzni a féket. Hát én úgy vagyok vele, hogy soha nem volt probléma az őslakók és a betelepülők között, és most is úgy vagyok vele, hogy az a Diósdi, aki ennek a településnek a normáit, írott, íratlan szabályait betartja, nem az, hogy jól ki hol született, vagy ott született, nem ott született. Egyébként kevesen vagyunk már, akik helybe születtünk, és nem kórházba, valamelyik budapesti kórházba. Otthon szülés volt? Én még otthon, születtem, tehát én még Diósdi vagyok, nem úgy, mint egy pár barátom, meg két évvel fiatalabbak, és vitatkoztak, hogy ki a Diósdi, és kérdeztem, hát te hol születtél? Budapesten. És te is, akkor ti miről beszéltek? Nem vagytok Diósdi. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy van még terület, csak hát sietetni nem akarjuk, azt akarjuk, ha minél lassabban következne be ez a folyamat. Tehát magántulajdonú ingatlanok vannak, abszolút korlátozni azért nem lehet, mert aki korlátoz, annak fizetni kell. Ma ugye a tulajdonvédelme 90 óta a szentség, de pénzünk arra nem lesz, hogy megvásároljunk olyan területeket, amit esetleg más célra is lehetne hasznosítani, mert nekünk nincs külterületünk, nincs jelentősebb ipar, ami volt, az Sóskutra költözött. A Kerox. Sajnos, igen. A Kerox az nem, káros anyagot nem bocsájt ki. Ezért kevés az nem akkumulátorgyár, ezért kevés az iparüzési adó, igen. Még néhány évvel, amikor a körforgalomban az autópályáról lekanyarodtunk, akkor csak fák és bokrok voltak az út két oldalán, most pedig olyan, mint egy ilyen, mint egy város lenne. Hát az most elindulja Sóskutnak. Egymást érik. Ezért igen. Van sok pénzük. Hát, de annyira nem érzékelted még, igen, ez így van, ugye megkérjük a Sóskut polgármesterét is, és akkor ő is elmondhatja a véleményét. Hát én, nekem nagyon tetszik egyébként Diósd, laktak ott barátaim, és szerintem is egy összetartó, nagyon jó közösség. És kívánom is neked. Kerekisanyi volt az operatőr. Kerekisanyi, igen, és volt a Devedjen is erről a kiállításról egy rövid bemutatás. Szerették, nagyon emlékszem, rádiós tévés kollégáim. Operatőr volt, de most én hobbi fotósként. És van még a múzeum is, mert ott volt az egy ilyen rádió történeti múzeum. Annyit kell még ahhoz tudni, hogy onnan ment a Magyar Rádiónak a tengeren túli adásai, illetve a Szabad Európának a zavaró adója volt a régi rendszerben. És ugye akkor, mikor megszűnt a földi sugárzás, lebontották az antennákat, akkor egy részén lett egy lakópark, a másik 6 hektáron pedig megmaradt a múzeum. De most pillanatnyilag ugye a postához tartozik, kevés a pénz a fenntartáshoz, nincs folyamatosan nyitva, de van egy telefonszám, ahol lehet kérni időpontot, és akkor természetesen látogatható a múzeum. Érdemes megnézni, mert a nagyjaink, akik magyarok a rádiózás történetében nagyot alkottak meg a televíziózás körében is, mind látható régi készülékek, meg maga az adó. Rá, igen, így van. Érdemes elmenni, tehát érdemes. A televízió nézők. És gyönyörű a panoráma, látni a Dunát és a lakóparkot, ahol milliárdos házak vannak most pillanatnyilag. Igen, igen.
Zsuzsi, nem tudom, hogy mondtam-e, de ugye ez kultúrszalon a neve a mi műsorunknak, és akkor itt mindig mindenki hoz egy-egy verset. Hogy mondjam el? A szó nem leli számot. Kimondhatatlan szomgyötör utánad. A húsevő növény lehetne testem. Belém szívódnál, illatomba estem. Enyém lehetne langyos, barna bőröd, kényes kezed, amivel magad őrzöd, és mely minden omló végső pillanatban elmondja, mégis önmagam maradtam. Enyém karod, karom fölé hajolva, enyém hajad villó, fekete tolla, mely mint a szárny suhan, suhan velem, hintázó tájon fénylőn végtelen. Magamba innám olvadó húsod, mely sűrűs, édes, mint a trópusok, és illatod borzongató varázsát, mely mint a zsúrlók s ősvilági zsáják, és mind magamba lenge lelkedet, fejed fölött, mint lampion lebeg, magamba mind mohón elégítetlen. Ha húsevő virág lehetne testem. De így, mi van még? Nem nyugszom sosem. Szeretsz, szeretlek. Mély reménytelen. Köszönöm szépen. Tehát ez most is ugyanúgy hatott, és ugyanúgyan szép volt, mint magával beleágyazva a műsorodba. Akkor viszont a polgármester úrnak egy olyan költeményt mondok el, amit Kosztolányi Dezső írt, és az a címe, hogy akarsz-e játszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni. Gyöngyöt dobálni, semminek örülni. Sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni vélet? Rubin teát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utcaseprő szegény, beteg ember, ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön. Játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenne a földön. És akarsz-e játszani halált? Hát ez nagyon szép volt. Örülök, hogy tette. Örülök. És akkor most zárjuk a Mártinak a választásával, mert arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, amit Márti választ. Én azért is választottam ezt a verset, mert ezt a verset szerettem volna elmondani az esküvőn, Siposhegyi Zsolt kedves kollégám esküvőjén, amire technikai okokból nem jutottam el, úgyhogy most akkor így küldöm még a, hát ha nem, hát ifjú pár, vagy hogy mondja, hát a igen. Fiatal házasokat. Robert Burns, májusban jött egy kérőm. Májusban jött egy kérőm, nyalka legény. Szerelemről duruzsolt, szakadatlan. A férfiakat, mondtam, gyűlölöm én, s a balga elhitte. Elhitte legottan. Elhitte a balga legottan. Dícsérte szemem nyilazó sugarát. E
esküdte. Zsanétom, meghalok, érted? Mit bánom én, ha elemészti magát, mondtam. No, füllenteni, füllenteni vétek. Füllenteni, jaj, csúnya vétek. Van rendes kis tanyám. Oda jössz velem el, ha megesküszünk, így ígérte. Tettem magam, hogy nem is érdekel, pedig kopogott. Kopogott szemem érte, jaj, kopogott szemem érte. De jaj, 2 hét sem telt bele még, s a gonosz más lánynak tapozta a sarkát. Kiszemelte anyám húgát, a Bözsét. Utáltam is szívből, szívből a cafrát. Szívből utáltam a cafrát. Egy álló hétig a mérege vett. De hogy felkerestem a dalgarnoki vásárt, ott láttam a drága hűtlenemet, s rámeredtem, mint ki csodát lát. Mint ki csodát lát. Rámeredtem, mint ki csodát lát. Mézes-mázosan kértem tőle Bözsét. Az süket füle gyógyul-e végre, s az új sarujában is sántit-e még? Esküdözött a magas égre. A magas égre. Esküdözött a magas égre. Istenre könyörgött, hogy felesége legyek, mert ha nem, ő belehalna. Hát, hogy lelkemre nagy bűnt ne vegyek, holnap lesz vélem lakodalma. Lakodalma! Holnap lesz vélem lakodalma! Nagyon jó volt. Tényleg nagyon jó volt. Én ezért is szeretem, hogy ebben a kultúrszalonban ugye beszélgetünk mindenről, csak politikáról nem, és hogy mindig elhangzik egy-egy vers. Hát kedves nézőink, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt Budaörsön a Posztártban, ahol összejöttünk, hogy elfogadták a meghívásomat a vendégeim, Spéth Géza, Diós polgármestere, Gyulai Zsuzsa, előadó művész, Radnóti Díjas, versmondó és Brunner Márta színművésznő. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes.